Már lehet pályázni gyümölcstermő ültetvények telepítésére és különböző gépek beszerzésére is. A felhívás április közepén jelent meg. Ennek célja, hogy magas termőképességgel és termésbiztonsággal rendelkező ültetvényeket alakítsanak ki, amik erősítik a termelők versenyképességét. A felhívás lehetőséget teremt üzemi szinten komplex beruházások megvalósítására, így az ültetvénytelepítés mellett támogatott a víztakarékos öntözési rendszerek kiépítése, a káros éghajlati hatások csökkentését, illetve kivédését lehetővé tévő technológiák alkalmazása, továbbá egyes, a betakarítás segítő eszközök, gépek beszerzése és visszanemtérítendő támogatás formájában. Így tehát támogatást lehet kapni jégesőkár, tavaszi fagykár, esőkár megelőzésére szolgáló beruházás, gyümölcs termékek betakarítására alkalmas gépek, eszközök beszerzésére is. Évelő, gyógy, aroma és fűszernövény ültetvényekhez kapcsolódó tevékenységekre is lehet ezen a pályázaton forrást szerezni. A beruházások költségeinek felét fedező visszanemtérítendő támogatás legfeljebb 500 millió forint lehet. Itt is egy 50%-os támogatásra lehet számítani. Az ültetvények esetében ott egy meghatározott költségkeretek vannak előre leírva, aminek az 50%-ára pályázhat az illető, attól függően, hogy ő mit választ. Tehát külön van az ültetvény telepítése, talajelőkészítés, kerítés építés, kútfúrás, mindenféle egyéb dolgokra föl van osztva, és amire pályázik, annak az 50%-át kaphatja meg. A gyógynövényesnél pedig ott, hogyha valamilyen gépet szerez be, gépet, eszközt vásárol, akkor annak is a beszerzési érték 50%-a. Zömében most általánosan mondom az 50%-ot, fiatal gazdák kaphatnak plusz 10%-ot, tehát őnekik 60%, és egyéb régiókban, például Pest megyében ott csak 40%. A támogatási kérelmek benyújtására május 24 és augusztus 23 között lesz lehetőség. Elsőként a 2021. május 24 és június 7 közötti időszakban. Az első időszakban beadott sikeres pályázat esetén a nyertesek így akár már az őszi telepítési szezonban elkezdhetik az új ültetvények munkálatait.